Jó estét kívánok, ez itt a Heti Libazsír, ezen a héten a vendégünk Nárai Tamás, és tulajdonképpen Szegvári Katival már megegyeztünk abban, hogy Nárai jön, csak hirtelen rántottuk be erre a hétre. Azért mondom ezt, mert szeretném kimagyarázni, hogy miért nem olvastam még el a kötetet, amiről egyébként szót fogunk ejteni, már csak azért is, mert hogy ez volt az a póráz, amit behúzhattuk a stúdióban. Negyedig. Ő negyedik olvasta, én becsületes leszek, én ilyen random beleolvasgattam, csak hogy az ízét érezzem, a másikat kikérdezheted, mert hogy Nárai Tamás divattervezőnek ez már darabilag a harmadik kötete, de címileg a második, igaz? Igen. Ez egy olyan izgalmas téma, nem is értem, hogy jutott eszedbe ez. Volt az utolsó reggel Párizsban, az volt az első. Az ihletésű memoár. Az volt az első. Ez ugye a valóságos regény, igen. És ez pedig ugye, hát a harmadik könyv, de a második cím. Tehát igen, a Zara. És a Zara szintén család, saját családi elemeket is tartalmaz? Mert... Figyelj, hát ugye azért mindenki, aki írásra adja a fejét... Azért mondjuk el, hogy 1934-ben. Kezdődik a regény Németországban, ennyit tudjon a kedves. Ez azért már sok mindent elárul a szituációról, de nem is ez a, azt hiszem egyébként ez csak a kiinduló pont, mert egészen 2014-ig, tehát gyakorlatilag 80 évet ölel föl ez a regényke, és persze hát mindenki, aki írásra adja a fejét, azért valahol a saját élményanyagából kell, hogy táplálkozzon, és rendszerint mondjuk a szeretteivel, a családjával, a környezetében történt dolgokkal kell, hogy tele legyen, amikor azt mondja, hogy na, akkor most jön ez, és akkor meg kell írni. Amúgy különben nem szeretem elemezgetni sosem, mint amit az utolsó reggel Párizsbannál is, hogy az élet valóságos regény, és odaírtam azt is az elejére, hogy annyi igaz belőle, amennyit annak hiszel, mert most ne azzal legyen már az olvasó elfoglalva, hogy akkor nekem valóban van-e, nem tudom én, szárnyam a tarkómon, hanem azzal legyen elfoglalva, hogy adja meg magát, és adja át magát a regény cselekményének, és élvezze, amit olvas. Jó, de hát azt nagyon jól tudod, hogy azért a bennünk lévő kíváncsiság egyrészt, hát másrészt meg, hogy téged ismerni vélünk, és ismerünk egy másik oldaladról, nem az írói oldaladról. Az elmúlt 25 évben, vagy az elmúlt 30 évben Nárai Tamás fölépítette saját magát, fölépítette egy céget, íróként meg debütáltál. Sőt, én ismerek egy harmadik Nárai Tamást is. A festőt csak nem? Bizony, ne, hát a festőt is, ja, de tulajdonképpen azt az embert, aki iszonyú érzékeny a közéleti történésekre a Facebookon. Hát az egy harmadik Nárai Tamás, és ez, ebben a könyvben van ez az idézet, hogy a gonosz győzedelmeskedéséhez sokszor annyi is elég, hogy a jók nem tesznek semmit. Így van. És máshol meghivatkozol az írástudók felelősségére, és te ebben élen jársz, már pedig abban, hogy igenis elmondod, hogy mit gondolsz a világról, az emberekről, és legutoljára Viszkisről szóló posztodat imádtam. Szóval az az igazság, tudod, hogy ugye én politizálni nem szeretnék, mert ugye gyakran elhangzik az a kérdés, hogy akkor kinek a pártján állok, hát édesem, én a magam pártján állok, senki én meg se állok. Meg a gyönyörű kutyáit pártján. Meg a kutyáim pártján, tehát én politizálni egyáltalán nem szeretnék, meg nem is akarok állást foglalni ebbe az egész dologba. És ugye a harmónia az mindig egy borotva él, vagy jobbra, vagy balra billensz, és ugyanilyen borotva él, választja el tulajdonképpen a közéleti és a politikai kérdéseket. Mert itt élünk 9,5 millióan ebben az országban, mi egy levegőt szívunk, következésképpen ami itt történik velünk, az mindnyájunk számára fontos kell, hogy legyen. És én azt gondolom, hogy nekünk, ismert embereknek nagyon nagy a felelősségünk abban, hogy bizonyos nekünk nem tetsző vagy helytelen dolgokra felhívjuk a figyelmet. Ez egy fontos kérdés. Én nem gondolom ezt túlságosan nagy missziónak, csak egész egyszerűen azt gondolom, hogy ha ez vagy az a lépés sérti nekem, mint embernek az érdekeimet, akkor az nyilvánvalóan más ember érdekeit is sérteni fogja. Nem félsz attól, hogy legyalulod az irántad érdeklődőket, azokat a potenciális vevőket, akiknek fontos az, hogy
te hova tartozol, hogy ki kilóg a lólába. Nem a politikai hovatartozásra gondolok, hanem a gondolkodásmódod annyira karakteres, hogy ezzel kapcsolatban, amit leírsz, és amit ezrek elolvasnak, az esetleg sérthet vevői csoportokat. Ilyen egyszerű, amit... Hát akkor nem vesz majd szoknyát, slussz. Ez erről a véleményem. De nem érdekel engem. Soha életemben... Érdekel még az öltöztetés? Nem. Soha életemben nem voltam egyébként megalkuvó. Tehát akármelyik közeli barátomat, munkatársamat, bárkit megkérdezem, mindig azt mondták, hogy bennem az a... az a jó, ami a rossz is, hogy mindig megtartom, amit mondok. Hogyha rosszat ígértem, azt is, ha jót ígértem, akkor azt is. Egyébként akkor... egy szó eszembe jut rólad, az az, hogy szabad. Emlékszem, a Kocsi Igen. Zoltánnal volt mindig ez az érzésem, hogy egy szabad ember, és te ugyanez vagy. Figyelj, számomra. Én nem fogom kozmetikázni. Apukám mondta mindig, mikor valami nagyon kellemetlen dolog volt, és akkor azt mondja, nem durván csak, hát egyszerűen a tényeket elsőt, és volt, hogy nincs ezen mit szépítgetni, fiam, ez van és kész. Hát tényleg nincs rajta mit szépítgetni. Tehát, hogy nem érdekel engem, hogy ki mit gondol az én álláspontommal kapcsolatban, én nem a szerintet. Szerintem a nagy magyar átlagtól engem azt különböztet meg, hogy én nem a szerint vélekedem egy dologról, hogy kivel beszélgetek. Értjük. Rendben van, véletlenül odadobtál nekem egy fél igent valamire, amiről nem vagyok biztos, hogy tudtad, hogy mit kérdezek, csak sodort a saját lendületet, hogy nevezetesen a ruhák és a nők még érdekelnek ebben a halmazban? Az az igazság, hogy vagy ugye... Vagy túlépte ezen a dolgon, és egyébként még megvan a Nárai, mint márka, és azt locsolgatod félkézzel, de a másik kezeddel már írsz és festesz. Így pontos. Gyakorlatilag szépen kiúszom ebből a divatvilágból, mert ez megvan, csekk, túl vagyunk rajta, tehát ez már engem annyira nem foglalkoztat. Figyelj, Oszkár, te a Renta is ezt csinálta? Vagy nézd nekik valószínűleg. Vagy Galliano is ezt csinálta? Nem tudom, vagy nem lehet, tudom, hogy nekik nem volt más választásuk. Akikről a kutyáidat elnevezted, azok Kati, az idolok nekik, azok? Igen, Oscar de la Renta meg Mucha Prada. Nem tudom, lehet, hogy ő nekik nem volt más választásuk. Engem még nagyon sok minden érdekel a szoknyám meg a melltartón kívül, érted? Tehát, hogy most itt van például, el tudom neked azt mondani, hogy a regényeim kapcsán az emberektől, amilyen odafigyelést, amilyen szeretetet kapok. Sikerlista élén van. Soha a büdös életben nem kaptam divatilag olyat, mert folyton kritizáltak. De tényleg kritizáltak. Miért ilyen, miért olyan, jaj, mert mindenkinek van valami véleménye, mert tudod, Magyarországon mindenkinek van véleménye, mindegyben ne menjünk bele. Imádom. Neked is van. Szelebnők hát az ember már csak így szület. Szelebnők tartoznak még neked? Mucika, elmondom neki, bocsánatot kérek. Én nem kritizálok, tehát hogyha elmondom valamivel kapcsolatban a véleményemet, de rendszerint csak akkor, ha kérdezik, illetőleg állást foglalok bizonyos közéleti kérdésekbe. De az én írásaimba, az én posztjaimba te olyat nem találsz, hogy XY kövér, XY ilyen, XY olyan, pedig lenne rá ezt igény. Nem tudja, pedig erre baromi nagy igény lenne. De nem, mert ez... Tehát az illetőnek a megkritizálása az nem ugyanaz, mint egy helyzetről, meg egy tevékenységről egy egyéni szűrőn áteresztett, objektívnek hit vélemény megfogalmazása. Hát ez nagyon jó, ez itt egy könnyed esti műsor, Libazsír néven, de ja, amit a Libazsúrból nevetgéljünk szedtünk egy kicsit. És az ég egyet a világon mást, mint elég, hogy mondjam, sűrített filozófiát, nem? Kaptunk el. Celebnők tartoznak, bulvár jön, celebnők tartoznak még neked? Persze. Na, elmondom a sztori. Elmondom a sztori, óriási volt. Megcsináltuk a rucit, kellett, jó? Celebnőnek. Piros cipzár, izé minden benne, hogy szexi legyen, szép legyen, oké. Nem kérdezte meg, hogy mennyibe kerül, de azért a szalon direktrisz azért azt megmondta, hogy na, ez akkor ennyi lesz. És akkor mondta, hogy akkor jó, akkor küldi a sofőrrel a pénzt. Jó. Hát mindegy, akkor küldi a sofőrrel a pénzt. Sofőr nem jön, telefon megy. Jaj, úristen, pedig odaadtam a Jánosnak, a Józsefnek. De várjál, de a ruhát elvitte? Hát muszáj volt, mert jelenés jó, volt, jó, érted? Jó, hát az muszáj, azt nem mondhattuk, hogy addig Muci nem viszed ki az ajtón, érted? Tehát ez ilyen nincsen. Jó, na mindegy.
telefon, ízés, sofőr jön, nem jön. Na, két hét múlva jön a sofőr, és hoz 25%-kal kevesebb pénzt. Ha mondja neki a direktrész, hogy jó, ez így rendben van, de ennyi még hiányzik belőle. Mondja a sofőr, hogy hát ő neki ennyit adtak. Ő nem tudja, hogy ez mennyi, vagy hogy, vagy micsoda. És akkor jó, hát akkor én. És akkor mondja a direktrész, hogy most hogy mondjuk meg, hogy 28 000 forinttal kevesebb? Hát mondom, hogy mondod meg, így felveszed a telefont, és azt mondod, hogy 28 000-rel kevesebb. Reakció. Tényleg? Hát pedig én annyit adtam. Na jó, akkor majd pótolni fogjuk. Köszi, hogy szóltál, szia. Azóta nem láttuk, 2 éve volt. És ti nem telefonáltatok többet, nem. Mert ilyen úriemberek vagytok. Hát de most és most sem mondtad meg, kiről van szó, ráadásul. Nem mondhatom meg, mert az csak az ügyvédem jelenlétében mondhatom ki, hogy klasszikusokat szó szerint idézzek. Tudtuk volna, hívtuk volna az ügyvédet, általában ilyen a celeb világ, tehát akikkel volt szerencsét dolgozni, ott... Figyelj, meg kell különböztetni, ugye, mert a celebek, az, hogy mindenkit celebnek hívnak Magyarországon, te is egy celeb vagy, mert téged nem, is nem. Nem, figyelj, sztár az, akire jegyet vesznek. Celeb nagy valószínűséggel az, aki sokat szerepel, és köztük is van egy külön kaszt, aki semmilyen értéket nem hozott létre, csak ismerik. De nem is tud. Hát tehát persze, neki nincsen, hát nyilván tehát, hogy, tudod, pont idefele jövet, gondolkodtam azon, hogy ugye ezek a szegény mai fiatalok, most olyan vagyok, mint nagyapám, hogy utáltam, szóval ezek a szegény mai fiatalok, érted? Szóval, hogy ugye minden azonnal van interneten, meg ugye nem kell várni, nincs vágyakozás, nem tudom én. És értem én, hogy ők olyat szeretnének, hogy akkor a Nárai Tamás eljön ide, akkor utána elmegy egy fotózásra, akkor a másik tévéből jön, akkor utána a riportom, egy napra próbáljuk összesűríteni, meg hogy őt ismerik, meg hogy utazik, meg stb. De egy dolgot felejtenek ki, hogy emögött évtizedes kőkemény munkák állnak, mire te egy olyan személyiség leszel, aki mások számára érdekes. Ő meg ezt azonnal akarja. Ugyanez van a divat szakmában is. Elvégzi ez a kis nyomorult az iskolát, megtanítják nagy nehezen baltával húzni egy egyenes vonalat a papírra, érted? És akkor utána kirohan a földre, a mezőre, és be akarja kapni a világot. És azonnal nagy bemutatót akar, nagy kollekciót akar, a világ 39.423 pontján saját üzletet, mindjárt nagyobbat, mint az Armanié vagy a Chanelé, mert ő a világ szám, és ő akkor most fel tudja találni az újatlan ruhát. Tehát, hogy az ez... újatlan ruhát, nem a mélyedést a kanálba, ez nagyon jó. Igen, tehát, hogy ez... Mert nincs olyan szerencséjük, mint neked, akit párizsi világcég hát, a pincéjébe zárt be és sanyargatott. Igen. Hosszú éveken keresztül, mire te leszoktál arról a gondolatról, hogy neked lehet egy saját márkád, mert kellő alázatra töppesztettek. Az egy másik világ volt. És aztán kitöltél onnan, és gejzírt csináltál. Igen, magadból, az nem? Egy másik világ volt. De mindenkinek szüksége volna erre, hogy egy kicsit egy világcég alázatra taníts, azt szerint. Szüksége volna erre, de most azért nehéz ezt megcsinálni, mondom, mert ott az internet, ott a Facebook, ott az Instagram, ott az internetes vásárlás, ott ami semmire nem kell várni, azonnali kielégülés van mindenre. Tehát ráadásul az a példa, igen, ráadásul az a példa van a gyerekek előtt, hogy tulajdonképpen elég, ha a nemi szervét meglóbálja főműsoridőben, és akkor attól ő már rögtön lesz egy olyan, akiről írnak. És akkor hát akkor ő ezt az utat tekinti, mert ugye gyorsabb mindig befektetésre hajtanak. Persze, hát az ember 63%-a víz. A víz meg a könnyebb ellenállás irányába folyik. Hát ilyen egyszerű a az egész. A rendszerváltás után van hát, bemutatom, Coel jó barátom. Ja, egyébként bocsássak, tehát lehet, hogy jövőre Coel, hol Nárai Párnával alszik, csak szóltam. Nárai Párnával? De most éppen párnát gyártasz? Nem, csak hát az ő babérja. A rendszerváltás után van 2 foglalkozás, ami előtte nem volt, és amitől én apró csirkéket szülök gyakortam. Az egyik a közös képviselő, mint olyan, aki borzalmas, de ezt most hagyjuk. A stylist, szóval aki a híradó műsorba estén ruhát ad a nőre, meg félig messzele. Te mit gondolsz? Báli sminkben vannak. Meg báli ruhában is vannak. Nézem a reggeli műsort. Igen. És nem, én mindig az az érzésem van, hogy hajnali 4-kor jött
be a stúdióba a mulatságból, és még rajta maradt a glitter, a glamour, a bálismink, a minden. Dühöngsz ilyenkor, vagy elnézem, mosolyogsz? Nem, semmi, közömbös, röhögök rajta, mert meg hát közömbös, mert nem is értem én ezeket a történeteket. Hát átcsatint a BBC-re, és rögtön látja, hogy rendes kis kereknyakú kardigánban. Én dolgoztam. Egy sor gyöngyel vezetnek. Na, amikor alakult az első kereskedelmi televízió. Ugye, nekem ott barátaim voltak, amikor megkapták a frekvenciát véletlenül, és azt se tudták, hogy igazából honnan lesz a mi, mert Brahiból adták be a pályázatot. Mindegy, tudjuk, melyik tévéről tudjuk. Van szó. Jó, és akkor gyorsan telefonáltak, hogy te kéne egy zakó, valami. És akkor hát mentem, vittem zakó. Jó, és hogy akkor csináljunk. Na, és akkor ki kellett menni Németországba a anyavállalathoz, és akkor ott meg kellett tanulni az öltözködési kódexet, stb. És mi még onnan indultunk, ugye, hogy például közéleti vagy híradós műsorba 1 cm átmérőjénél nagyobb fülbevalót, medált nem viselhet a műsorvezető. Innen a nyakától 7 centinél lejjebb nem lehet kivágott ruha. Nem viselhet rövidújú ujjatlan ruhát, tehát csak is és kizárólag háromnegyedes ujjú ruhát viselt. Nem lehet az arcában a haja a kamerával, mikor szembeül, és a többi. Nem festhetjük tűzpirosra a száját, egyszerre csak vagy a szemét, vagy a száját lehet hangsúlyozni, és többi. És ebből született egy öltözködési kódex, amit ugye az elején meg is kellett, hogy meg voltak határozva színek, férfiaknak, nőknek, és a többi. Na hát ez más, Na de, Csillagom, ettől lesz valami az, ami. Különben pedig úgy néz ki, mintha a striptease táncosnők gyülekeznének a televízióban, és akkor ők különböző lenge öltözetben mondják, hogy ki halt meg milyen balesetben. Hát, és mi az, amitől ez fellazult? Mi az, amitől már ezt a kódexet? A szakmaiatlanság, Csillagom. A szakmaiatlanság. Hát az, hogy bárki lehet stylist, nézzünk mélyen egymás szemébe. És annak lehet az ellenkezője is. Tehát hosszas gondolkodás után meg tudod különböztetni kicsim a nadrágot a szoknyától, stylist vagy. Meg is fogok vele próbálkozni. Itt az ide. Igen. Például nézd most, te itt vagy ebbe a tévébe, te vállaljál be egy ilyen stylingot, érted, adjanak még érte egy kis pénzt, és majd akkor megmondod a Szegvárinak, hogy vörösnek kell lenni, és akkor ennyi. De igaz, hogy nem lesz neki jó soha, nem fog neki jól állni. Igen, nem fog neki jól állni a vörös. Egyáltalán nem baj, te megmondtad, jó, te vagy a stylist. Csak azért, hogy egy kicsit visszatérjek arra, hogy az egyetemes ízléstelenségnek. Meg a könyvemre. Meg a könyve, de ennek most ennek a mondatnak még. De ezt a könyvet, ezt tényleg olvassák el, mert... Mert listavezető pillanatnyilag. Ja, egyébként azt írta, hogy nem volt rossz kritika róla. Tényleg majd hagyom, hogy elmond, te vagy a műsorvezető, hagyom, hogy elmond. Tehát nem volt rossz kritika egyébként a könyvről, de tehát ez annyira tetszett, érted? A mai magyar kortárs irodalomról mindent elmond, hogy egy divattervező által írt könyv vezeti a sikerlistákat. Igen, ezt ki is posztoltad a Facebookra. Várja. És akkor megkérdezt, hát ugye van egy közel 80 ezres követői tábor, na most az ilyennek ők ugye neki esnek és ízekre tépik az illetőt. És akkor bekérdezték, hogy olvasta már? Még nem, és nem is fogom. És akkor ugye ott belájkolták ezeket. Na de mindegy is, a vélemény nem érdekes. Szóval... Szenvedsz ettől egyébként, hogy csak ugyan át kell törnöd a sznobéria falait? De figyelj, vagy számítottál rá? Figyelj ide, én amikor divattervezőként vagy ruhatervezőként hazajöttem, én ugyanolyan elfogadhatatlan voltam. Én nem tartom egyébként magam írónak, félreértés ne essék. Én szeretek olvasni, szeretek írni, tehát ebben a dologban műkedvelő vagyok. Az, hogy az előző regényem közel 100 000 példányban fogyott el, ez immáron 3. hónap alatt a 2. kiadását éli, közel járunk a 30 000-es fogyáshoz. Tudom, hogy sokkal több a rossz ízlésű ember, mint a jó egyébként. Tapasztalatból. Azt is tudom, de azért ennyi rossz ízlésű ember még sincs. Én valamiben nagyon beletaláltam most ezzel a könyvvel. Van egy képi világ, amit írok, nyilván mert egy művész vagyok, a ruhák, a lakások, az enteriőrök, ahogyan kinéznek. Azt ugye nem látja. Mered mondani, hogy író vagyok, de azt mered mondani, hogy művész vagyok?
Persze, hát én nem vagyok író, Kati, az egy egész élet, hogy valaki író legyen, de nem kell, amúgy meg nem kell címke, tudod, tehát semmiféle címke nem kell. Miért érdekel téged 1934? Mert akkor született a főhőse a regénynek, és az a születési időpontja és a születési helye határozta meg az egész életét. Innen kellett elindulnunk. Nagyon izgalmas egyáltalán, hogy téged ez foglalkoztat. Te figyelj, hát most nézd, ugye akkor ugye a regény, nem tudom elmondani 5 mondatban, hogy miről szól. A Zara egyébként ez egy szefárd név, ragyogást jelent, és tulajdonképpen ugye Zara regénye, tehát Zarának a ragyogása, tehát a Zara lénye beragyogja ezt ez az egész legényt. Ez egy kislány, ugye 1934-ben szilveszterkor születik, és aztán a nővérével menekül meg az akkori korszak borzalmai elől egészen Olaszországig. Ugye jutnak, ott kezd életet, új életet, férjhez megy, születik egy lánya, akinek ugye szintén eléggé tragikus módon alakul a sorsa, tehát sok mindent bogozít, hogy ugye generációkon keresztül hogy határozódik meg, hogy öröklődik, végül aztán ugye úgymond kiviszi el a karmát, de ez nem egy ilyen ezoizé, tehát nem erről szól, csak hogy hogyan alakul az élet, nem szeretném a cselekményét elmondani. Pedig azt kell csináló. De hát nem, mert akkor nem lesz meglepetés. Nem ezoizé, de azért van benne egy kis spirituális. Ez és az mindjárt szeretik azok is, akik eddig még... Hát vannak benne gondolatok. Ez riasztó, ilyet nem mondjál. Olyat nem. Mondják, hogy ezó van benne. Nem, az akkor nincs, jobban beszél. De az nincs benne. Hát a ragyogás benne. Egyébként a ragyogás, a jelképes kifejezés, az neked fontos, mert az életed az általában a ragyogás. Hát a főhősnek Zara Winter a neve. És az egy gyönyörű név. És benne van a hidegség, és benne van a ragyogás. Minden, amit te egyébként szeretsz. Minden, amit én egyébként szeretek. És amit téged vonzott. Igen, igen. Ez a nő ilyen. Neki meg kellett tanulni hidegnek lenni ahhoz, hogy túlélje mindazt, amit túl kellett. Ez meg a te életfilozófiád szerintem. Igen. Az elképesztő, hogy egyébként a ruhákat le tudja írni. Tényleg. Szóval... Na azon aztán nem kell meglepődni. Nem, de sok engem, meglepetés de van, hogy miért 1930. És más az leírni. Te én azon csodálkoztam, van olyan tervező kollega, nő. Aki tud rajzolni, de nem ez tud az, beszélni. Ez az, akiről én csak az ügyvédem jelenlétében beszélek. Akkor tudjuk, ő hogy például kiről. Nem, ő például nem tudja leírni a ruháit. Hát megvarni se, de mindegy. De nem is neki kell. De boldog a haja. Mindegy, persze. Apróság, de jól esik az embernek. De tudjuk mi egymásról, hogy kiről beszélünk. Igen. Én elhatárolódom. Természetesen, nem is tudhatod, hogy mi kiről beszélünk. Én objektív műsorvezető vagyok. Azért még azt a nőt meséld el, aki kölcsönözni akart egy ruhát, hogy hogy volt az. Mert az világszám, az a sztori. Te, hát ide fél. Celeb nő volt az is? Most arra legutóbbira gondolsz, igen, aki azt mondja, hogy na hát az óriásod. A asszisztensem azóta úgy áll a telefonnal, nem tudott ellépni onnan, egy hetek óta belemerevedett a szituációba. Felhív a nő. Azt mondja, ő szeretne, hát most szombatra, 3 nap múlvára kell neki egy estei ruha, szeretné ezt megcsináltatni, megterveztetni és megcsináltatni, most ez eleve kizárt, de mindegy, menjünk tovább. És azt mondja nekem, és azt mondja az asszisztensemnek, hogy és arra gondoltam, hogy utána én azt kibérelném, illetőleg majd mikor vége az eseménynek, akkor tulajdonképpen maguk azt meg is vehetnék, mert magukhoz többen járnak, és akkor így el lehetne adni a ruhát. Celebasszony volt ez is? Ez hát nagyon igen, ismert volt, mert tudod, hogy hát őt látják, és akkor az nekünk milyen reklám. Érted? Tehát, hogy ez a lényege a dolognak, hogy látják, és hát, milyen reklám. De ezt már annyiszor elmondtam különben, ezt is érted. Ez egy kis ország, kis piac, tele kisszerű emberrel. Ennyi. Tehát, hogyha hát most tetszik, nem tetszik, ez van, apukámat tudom idézgetni, nincs ezen mit szépítgetni, fiam, jó napot kívánok. Na, tehát, hogyha adnom kéne, nem kell, de ha kéne, adnom kéne az Oscar gálára, vagy a Golden Globe-ra ruhát. Érted? Nyilván adnék, mert egészen máshova fut ki
a dolog. Most itt mit számít nekem, hogy ez vagy az a bulvárújság, aki gálát rendez, soha nem megyek el a gálájukra sem, meg sehova sem megyek, mert ahhoz a csőcselékhez nekem nincs közöm. Tehát egyszerűen nincs közöm ehhez a felfújt, luftballonszerű, egyébként valójában felfújt, mert az arcuk is fel van fújva, tehát, hogy ez, és resztlenéstelen arccal néznek bele a kamerába, mert jó darabig nem fog rezegni. Na, tehát, hogy... Nem tud, szegény nem tud egyáltalán. Tehát, hogy ezekhez az emberekhez, csak kicsit megfordítom magam alatt a széket, tehát ezekhez az emberekhez Isten igazából nekem semmiféle közöm nincs, semmiféle affinitásom nincs. És amióta a könyveim a piacon vannak, én rájöttem arra, hogy kik azok az emberek, akik engem érdekelnek. És ez nem demagógia akar lenni. Azok az emberek, akik az én könyveimet elolvassák. És akkor értettem ezt igazából meg, mikor odajött hozzám valaki, és azt mondta nekem, hogy nekem annyira tetszenek a maga ruhái. Olyan, ezt mondja, hogy sokan mondták, mindegy, de nem ez a lényeg. De tudja, én egyedül neveltem a gyerekeimet, és én soha nem engedhettem volna meg magamnak azt, hogy legyen nekem egy náraim, és most van. De helyes, ez nagyon helyes. És tudod, ez annyira belement a szívem legmélyé. Igen. A szigorú ember mögött ugye egy érző szív. És rögtön azt mondtad, úristen, hányas a mérete, 44-es, csinálhatok magának egy nárait. Egyébként mondtam volna, de ugye nem tudtam, hogy ezt most, hogy igen ezt vagy. Ezt nem tudtad, hogy csinálja. Igen. Meg, hogy ez, igen, meg hogy ő hogy venné ezt, mert ugye azért az ajándékkal is vigyázni kell. Vigyázni kell, de ezzel nem kell. Várjál, kezdjük. Én is nagyon szerettem volna mindig egy nárait. Hányas a mérete, 44-es. Na jó, szóval. Na, szóval hogy így ez, és igazából ezt tudod, hogy elmentünk, mondjuk volt egy országos könyvbemutató turné volt, ugye, az is milyen te, tehát a gondolkodás maga, érted? Tehát, hogy azt mondták, hogy könnyű annak országos turnén eladni a könyveket, aki a kiadó igazgatójának, a feleségének a barátja. Nem is tudom követni. Hát nem is lehet, de most ez teljesen jó, mindegy. Nem baj, nem kell mindent érteni. Jó. És akkor elmentünk a izébe, voltunk Debrecenbe, Szegeden, Pécset, Gödöllőn, és ráadásul jegyes volt a könyvbemutató, mert ugye show is volt mellette. Mármint divat. Volt egy pici divat is mellette, meg volt egy pici ilyen beszélgetés, tehát jó pofa volt az egész, ahogy össze volt rakva. Én csináltam. Na, tehát, hogy és akkor... Maradj még holnapig itt. És akkor az volt, hogy egy nap alatt eladták, 5-6-700 fős nézőterek voltak, színháztermek, stb. Egy-két nap alatt tényleg eladták a jegyeket. Kezdtünk 7-kor, vége volt 9-kor, szünet nélkül ment 1 óra 45 perc volt ez a folyamat, és egyetlen helyszínről se tudtam eljönni, hajnali 1:30 előtt addig állt a sor a dedikálásnál. Hát ez nagyon jó hír. Figyelj! Úgy görcsölt a kezem, azt se tudtam, hogy másnap kiszakadt a vállamból, ugye ennyi óránk, de nem bántam. Kispálnak, jobb lenne, Kispálnak hívnának. Igen, mi? Igen, egyáltalán, hát meg ugye Mónikának szeretettel Nárai Tamástól, de mindegy, de ezt egyáltalán nem bántam. Mert ennél többet élő ember nem kaphat. Érted? Katikának szeretettel Nárai Tamástól. Majd legközelebb, ha találkozom. Az a helyzet sajnos, hogy... Vége van? Hogy hát csak 30 perc telt el, de annyit még azért szeretnék, hogyha hozzátennél mindezhez, hogy amúgy festesz is, és hogy végleg kihúzod a bélésedet ebből a divatvilágból, mert az nagyon fájna nekem, nem tudom miért fájna, de hogy azért én azt képzeltem, hogy egy lábat legalább bent tartasz. Vagy csak az itthoniból húzott ki magad. De én azért dolgozom, mert ugye tehát Spanyolországban nagyon sokat vagyok, Spanyolországban dolgozom. Mert ott még van egy kis kaland abban, hogy megeteted a náraizmust Spanyolországgal is. Hát nem beszélek olyan jól spanyolul, érted? Tehát, hogy azt nem tudom, mert azért ott ehhez kénytelen kell. Vagy rajzolni. Ott kénytelen vagyok, ugye egyebet csinálni. Anyagokat zsűrizni. Igen, meg tehát, minden. Hogy dolgozom, de igen, írni meg festeni szeretnék inkább. Nem zárkozom a divattól, mert azért ez egy szerelemgyerek volt, és ez egy nagyon jó dolog. De túl vagy rajta? Hát igen, meg inkább azt mondanám, hogy vigyázz, ezt a tévét már nézik.
Tehát előbb-utóbb, amit itt mondasz, az elterjed. De nem, mert az terjedjen nyugodtan. Tehát, hogy fogok én itthon is ruhákat csinálni, meg maradt nekem egy kis szalonom, meg működik egy kis varrodám, meg nem tudom mit. Tehát, hogy azért, hogyha valaki akar, akkor tud nálunk ruhát csináltatni, vagy venni, vagy nem tudom, de úgy nem csinálok már kollekciókat, bemutatókat. Nem ez bemutató? Nem. Most a Várkertben volt az utolsó, csak tudod, ez is olyan, ez az én egyéniségem, hogy én nem szeretek roadshowzni a dolgaimmal. Már olyan értelemben, hogy akkor ez lesz az utolsó, gyertek, nézzétek, vegyétek, vigyétek. Nem. Megcsináltuk, mi tudtuk, hogy az utolsó nagy bemutató volt szimfonikus zenekarral, 40 lányjal, nagy kollekcióval, 1000 fős nézőtérrel, és mi tudtuk, hogy ez volt az utolsó. Tehát ezt nem kell a sajtónak tudni, mert akkor nem a lényeggel van a buta újságíró elfoglalva, érted? Tehát akkor nem azt nézi, hogy akkor milyen volt a kollekció, hogy állt színpadra, milyen körülmények között csináltuk meg, és by the way, két mondat ott van az alján a tudósításnak vagy a cikknek, hogy és egyébként nagy valószínűséggel ez és ez a helyzet lesz ugye az ő életében, nem. Akkor avval vannak elfoglalva, hogy meg miért, meg tovább, és amit megcsináltam, a sok száz gyönyörű szép ruha, az mind mehet a kukába, mert kivételes érzéke van a magyar média munkásnak ahhoz, hogy a lényegest a lényegtelentől ne tudja megvédeni a szakmát. Na most akkor... Bocsánatot kérek, még egy másik. Tisztelet a kivételnek, ez gyorsan tett először hozzá. Is nem tettem még hozzá, hogy tisztelet a kivételnek, másodszor pedig mi tudjuk nagyon jól, hogy a mi generációnk volt az a generáció, ahol még lehetett beszélni valamiféle szakmaiságról. Ugye, ti tudtok helyesen írni? Tudunk. Igen. Na, akkor most én azokról beszélek, aki azt mondja, Nárai Tamás Y-nal, igen, melyik? Jó, egy poént még a végére eltett. A mester, akinek a könyvéről beszéltünk nagyobb részt, akivel kapcsolatban reménykedem, hogy azért mégis lesznek még ruhák, amiket ő hoz létre, és akivel a leszámolást az adás után megkezdjük a sajtómunkásokra tett megjegyzése, méltatlan megjegyzései miatt. Köszönjük szépen, hogy itt volt ennek ellenére Nárai Tamás. Libazsír pedig jövő héten is lesz, hogyha lesz kedvük, akkor jöjjenek akkor is viszontlátásra.